Sziasztok, üdvözöllek titeket! A mai videómban arról lesz szó, hogy ugyanazt mondtam egy előző epizódokban, hogy az Apple egyel már nem fogok foglalkozni, de mégis, mert egy pici kis Apple egyes téma fölmerült még. Tulajdonképpen azért készül a videó, mivel ennek egy viszonylag szűk célközönsége van ennek a számítógépnek, és emiatt ugye ehhez már hardware fejlesztés nem nagyon történik ehhez a géphez, és kérték, ugye földobtam a témát, hogy én készítettem hozzá plusz hardvert ehhez a géphez, és kérték, hogy készítsek róla egy videót, mutassam már be ezt az eszközt. Ugye ez az eszköz nem más lesz, mint az Apple 1-es memória bővítő, tehát őróla lesz szó. Ugye látjuk rajta itt a 32 kilobájtos, illetve a 32 kilobájtos RAM-ot, illetve a 4 kilobájtos Basic EEPROM-ot. Ugye a Basic EEPROM egy 2732-ás EEPROM, illetve található rajta egy, talán fordítva van rajta a felirat, igen, és található egy ilyen RAM chip, illetve található magán a panelon egy Promi-C, ami a memória címzést végzi. Tehát Basic RAM, memória címzés, és illetve található egy kapuáramkör, ez egy engedélyező kapuáramkör, ami a memória címzést engedélyezi. Ugye ő hiányzott, ugye ez a panel még egy prototípus, ennek készül egy végleges változat, a gyártás alatt van, de úgy gondoltam, hogy bemutatom. És akkor nézzük is meg, hogy milyen a gépben maga ez az eszköz. Ugye, mint látjuk, ugye ezen a csatlakozón keresztül fog csatlakozni, mégpedig len arra a memória sávra fog rácsatlakozni. Ugye, így. És tulajdonképpen ugye láthatjuk, hogy benne van ugye a memóriabővítő, illetve az ACI card, tehát ugye az Apple Cassette Interface card and the RAM expander, illetve maga a memóriabővítő. Ugye itt található. Magát a tápot becsatlakoztatom vissza a tápba. Ugye ez szépen itt elfér a kábel. Körülbelül így néz ki a dolog. És akkor most pedig nézzük meg, hogy milyen működés közben ez a RAM bővítő. Tulajdonképpen mit is értünk mi ezzel el. Ugye a következő, ugye nézzük magát a gépet. Ugye látjuk magát a monitort, bekapcsolom magát a számítógépet. Ugye elindult maga a számítógépünk. Nyomok egy clear gombot, majd egy resetet. Ugye ezek után, ugye nagyon egyszerűen beírjuk az E00R parancsot. Tehát az R00R parancsot, majd nyomunk egy Entert, és mint látjuk, ugye bejelentkezett maga a Basic program, ugye ez most már a RAM bővítőről fut, tehát ugye ez a RAM expanderről működik. Ugye itt természetesen írhatunk, ugye írja most már print Apple, és mint látjuk, működik gyönyörű szépen maga a Basic rajta, tehát ugye írhatunk 10 for i egyenlő 1 to 10 20 print i next i and list. Látjuk, hogy gyönyörű szépen működik. Nézzük meg akkor magát a RAM bővítőt, hogy hogyan működik. Ugye a Basic-et láttuk, ugye itt van maga a gép, és akkor nézzük meg, mondjuk a 2000-es címen nézzük meg, hogy mi van. 2000, ugye FF van. Írjuk át 00-ra, tehát 2000, 2.00, és látjuk, hogy 00-ra átírta, tehát működik. Nézzük meg például az 5000 FF-et. 5,
FFA. BF van rajta, akkor 5 FFA 2.0. 5 FFA. Ugye látjuk, hogy tárolta a RAM, tehát működik. Ez egészen 9 FFF-ig működik, tehát 9 FFF, kérdezzük le, ugye zérók van meg benne, írjuk át FFF-re, tehát 9 FFF, 2-ös pont, mondjuk legyen 9 F, Enter. Ugye nézzük meg, hogy most mi van a 9 FFF-ben, ugye 9 F van, tehát működik. Na most nézzük meg, hogy valóban ez a RAM-unk, a RAM bővítőnk, mondjuk próbáljuk meg az A000 címet átírni. A000, ugye A0. Próbáljunk meg ide beírni FF-et. A000, 2-ös pont FF. És látjuk, hogy itt nem sikerült ugye átírni. Ugye ez azért van, mert itt már nem működik maga a RAM bővítő. Tehát a RAM bővítőnk az a 2000-től a 9 FFF címig működik, itt látja a 32 kilobájtot. A nullától az 1 FFF címig a gyári 8 kilobájt DRAM, DRAM memória tartomány van, e fölött viszont a 32 kilobájt statikus RAM, ugye az E000-tól EFFF-ig pedig maga a Basic Interpreter, így a Basic-et bármikor indíthatjuk, ugye a Basic-nek nagyon egyszerű ugye az indítása, és látjuk, hogy a Basic nagyon szépen elindul és működik maga a Basic. Tehát körülbelül ennyi maga az Apple 1-esnek a RAM bővítője. Ennyit szerettem volna még pluszban bemutatni, mondom, ez egy cél, ez egy szűk célközönségnek készülő kis videó. Kérdezték is már, hogy lesz-e belőle esetleg eladó példány, hát talán egy-két darab fog belőle készülni, tehát ez nem egy nagy, hát ugye sok embernek nincs is maga Apple egye, meg nem is akarják ezt bővítgetni, tehát ugye ez maximum ennyi fog készülni, de érdekességképpen mutattam meg, hogy tulajdonképpen ugye ez is megoldható, és egy Apple egyet is lehet bővíteni, és itt talán jobban lehet esetleg használni. A Basic az mindenféleképpen jobb így, hogy benne van, és nem kell kazettáról betöltögetni. Egyébként maga ez a RAM Expander, vagy RAM és ROM Expandert meg lehetne építeni ROM kártyára is, tehát akár azt is megtehetnénk, hogy például különböző programokat betöltünk magáról ROM-ról, és egy nagyobb ROM-ot belerakva, ugye akár telerakhatnánk programokkal, és akkor ROM-ból indíthatóak lennének a programok. Azt hiszem, hogy ettől több nekem nem kellett, hogy maga a Basic Interpreter benne van, és azt gondolom, hogy ez így nagyon jó. Úgyhogy körülbelül ennyi volt ez a videó. Én azt gondolom, hogy itt a vége. Tehát sziasztok!